február első hétvégéjén immáron 27. alkalommal rendezték meg a Kaszó kupát, a Magyar Vérebb Egylet és a Kaszó ZRT közös szervezésében. Amikor a 25. jubileumot ünnepeltük, akkor felemlegettem, hogy a 90-es években egy mondhatni véletlen kapcsán került Kaszóra ez a fővizsga, azért, mert az akkor a kijelölt erdőgazdaságnak valamilyen problémája adódott, és nem tudta megrendezni, és így sikerült Kaszóra hozni ezt a rangos versenyt, és azt hiszem, hogy a vérebesek egy nagyon kellemes otthonra találtak itt Somogyország zöld szívében. Az elmúlt szezonban szemben az azt megelőző év 7%-ával most 6% alatt maradt a teljes terítékhez viszonyított sebzések aránya vadászterületünkön, de ez is még 82 darab sebzést jelentett. Ehelyütt szeretném megköszönni vérebeknek és vezetőiknek azt az értékmentést, amit vadászterületünkön tettek. Kedves vendégeink, kívánom, hogy az idén is érezzék otthon magukat Kaszón, és az előttünk álló néhány napban, illetve annak eltelte után élményekkel megrakodva, feltöltődve térhessenek haza újra otthonaikba. Ezennel a 2016-os Kaszókupa országos vérebb fővizsgát megnyitom. Közel 200 érdeklődő előtt Egle Zoltán vezetőbíró ismertette a rendezvény eseményeinek forgatókönyvét, és szólította fel a versenyzőket a sorszámok kihúzására. Aztán felharsantak a kürtök, és kezdetét vette a nagy megmérettetés. Hozvári Zoltán, vérebvezető Zemplén Erdély Léda nevű hannoveri vérebszukámmal fővizsgára jelentkezem. Köszönöm szépen a jelentkezést. A Zoli ugye régi vérebvezetőnk, nem a korára célzok a tapasztalatára, és tudja, hogy a kutyavezetőnek a feladatra szabályosan kell jelentkezni, bemutatta a kutyáját. Az volna a kérdésem, hogy tisztes távolban maradjon a korona a vérebvezetőtől, mert hiszen előfordulhat, a kutyának vissza kell keresnie a saját nyomán. Jelenlegi feladatunk az, hogy valamennyien elmegyünk a rálövés helyére, a vérebvezetőnek megmutatjuk a vad helyzetét a lövés pillanatában, és ő megpróbálja megállapítani, hogy a vadat milyen lövés érte, majd utána engedélyt kap a feladat végrehajtására. Ahogy ezt a hagyományok diktálják, a vérebvezető nem kutyával rohan a rálövés helyére, elfekteti a kutyát, oda megy, megnézi a csapajeleket, és megpróbálja a csapajelekből kikövetkeztetni, hogy milyen lövése lehet a vadnak. Addig a kutya pedig koncentrálva figyeli a gazdáját, egyfajta érdeklődését is kiváltjuk a kutyának azzal, amit a gazda tesz. Dámszarvasról van szó, a szőrzetből lehet látni, hogy a vadat valószínűleg, hogy vagy a végtagján lent érte a lövés, vagy esetleg a hasalján, mert fehér vágott szőröket találtam, az biztos, hogy egy lába is sérült neki, csonttal, a csont el van törve, mert erre utaló jeleket, csontszilánkot is találtam. Egy rendkívül kiegyensúlyozott, rendkívül nyugodt kutyáról van szó, amely nyilván a 240 eredményes munkájának köszönhetően nem hübele varázsmódjára ugrik bele a vezeték munkába, véhetőleg keveset tévedve fog bennünket a vadig remélhetőleg elvezetni, de az már látszik, hogy egy nagyon tapasztalt vérebb vezető és egy rendkívül tapasztalt, jó képességű kutya dolgozik ezen a munkán. Találtam egy olyan sebágyat, amiben ugyan van még beszáradt vér, de már a kutya nagyon jelzi a vadnak a közelségét, de még nem akarom elengedni hajszára, csak ugye ott is ott a sok kutyát itt látszik. Igen. Pontosan ért időzött, mert ő most már szeretne, hogy engedni. Viszonylag rövid távon belül még egy olyan helyet mutat a kutya, ahol a vad megállt betegen. Van a vad.
Hát ez ennyi volt. Hát Zolikám, ennyi volt. Jó, hány méter volt, Zoli? 360. A munka eredményes, de azt gondolom, hogy akik itt voltak a kutyával, láthatták, hogy ez a kutya ennél sokkal többre képes. Látható volt, hogy egy rendkívül rutinos kutyavezető, egy nagyon kiegyensúlyozottan lassan dolgozó kutya, de hát valljuk meg őszintén, hogy ugye ez egy kölyök kutyának való munka, de soha nem tudhatjuk a munka elején. Mennyire volt jó, könnyű, vagy mennyire volt nehéz ez a munka nem számotokra? Munka. Itt együtt, kettőtöknek. Hát láttam a kutyámon már az elejétől fogva, hogy már azt nézte, hogy hol lesz szabad. Tehát ő már a rálövés helyén érzékelte, hogy ez nem lesz egy hosszú keresés. Ez egy gyakorló kutyának lett volna megfelelő lehetőség a munkához. Én azt gondolom, mint a kutya és a kutyavezető kihozta maximumot az egész munkából. Ez sajnos ennyire adatott, de határozottan és összeszedetten nagyon hamar végértek a csapa végére. Jól lehet, ez Ozvári Zoltánnak és kutyájának, Zemplén Erdei Lédának, Szofinak csupán játékszámba illő feladat volt, de még aznap délután egy igen komoly feladvány, ha ugyan nem életük kihívása is osztályrészükül jutott. Ezen a szóron egy csapos dámbika edzés történt, hátsó lábleves, valószínűleg csánkalaszti lövés. Abba az irányba indult, megjelöltük több helyen, ahol találtunk valami csapajelet. Ezt a kis csontocskát találtuk nem messze a rálövés helyétől. Itt egy kis szőr van egyébként a szórón. Háromszor találtunk igazolható csapajelet, ezt a csontot itt. Utána egy 50 méterrel odébb egy kis csontvelőt, és újabb 100 méterrel tovább két csepp kicsi vér egy levélen, és utána minden irányba próbálkozott szerencsétlen kütöderem tudta megtalálni. Zoli, ezt tisztelettel odaadnám, és akkor ahogy szoktuk, légy olyan kedves, klasszikus módon indítsuk a munkát. Mit érzel most, hogy így figyeled a másik vérebb vezetőt? Nem is az, hogy érzek, inkább sok sikert kívánok neki, hogy ezt a vadat megtalálja, ha már nekünk nem sikerült. Én úgy gondolom, hogy tényleg elég nehéz ez a munka, de tapasztaltabb kutya, tapasztaltabb vezető, reméljük, hogy sikerülni fog neki. Az, hogy a kutya kisebb-nagyobb körökben és mind növekvő körökben körbe-körbe jár, az azt jelenti, hogy ő teljesen tudatosan saját magától megpróbálja a kifele vezető nyomot megtalálni. Ez nem megtanítható a kutyának. Ez a végrebben való utánkeresésnek az egyik legfontosabb dolga, hogy azokat a kutyákat, amelyek fel tudják mutatni ezeket a képességeket, azokat szaporítjuk, és az igen nehéz munkákat is meg tudjuk oldani, mert a vérebb annak a specialistája, hogy amikor nagyon nehezen lehet a csapát igazolni, akkor azokat akár 14-16-20 óra múlva is kibogozza, és elvezet bennünket a vadig. Nagyon bízom benne, hogy a kutya képes lesz ezt a feladatot megoldani. Egy órás, szakadatlan, szorgalmas munkával 200 méterrel a utolsó vér után mutatott a kutya két cseppért a gazdájának. Nagyon fontos tulajdonság a kutyának, hogy a legjobb kutyák mutatják is a vért. Nem a vért keresik, de ha vért találnak, akkor sok kutya megáll egy pillanat és mutatja a gazdájának. Ez a munka a legnehezebbek közül való, amit eddig életem során tapasztaltam. Olyan minimális csapaigazoló jel van, hogy csak egy ilyen lassú, szöszmötölő, szorgalmas kutya tudja kidolgozni. Újabb vért talált a Zoli, most már indulhatunk. Ez egy csöves csont, vélhetően a dámból származik, sőt, biztos. Jó helyen vagyunk, ezek szerint.
Igen, igen, jó helyen voltunk ugyan, de valami elromlott, valami kisiklott. A sebzett vad egy aszfaltozott erdei utat használhatott menekülésre, és ez, legyen bármilyen kifinomult is a kutya orr, az idő előre haladtával egyre inkább leküzdhetetlen akadályt jelentett. Ám sajnos hiába volt minden, hiába a kitartás, az alaposság, végül mégiscsak ki kellett mondani. Hagyjuk abba. A kutya még keresett volna, ment volna, de már koncentráló képessége már azért megkopott egy csöppet a néhány órai munka alatt. Sajnos ilyen is van a védelvezetőnél, hogy le kell mondani a vadról. A vérebvezető és kutyája mindent megtett a sebzett vad megtalálása érdekében, de a körülmények miatt erre nem sok esélyük volt. A kitartásuk azonban messze menően dicséretet érdemel. Annyit azért hadd mondjak el, hogy az Oli azon három ember egyike, aki már kétszer nyert kaszókupát, a holnapi napban még mindig megvan az esély, hogy az első ember legyen, aki három különböző kutyával kaszókupát tud nyerni. Reméljük, hogy sikerülni fog neki. Másnap reggel jó szerencsénk segítségével ismét Ozvári Zoltán és kutyája Zemplén erdei Léda Sophie mellett találtuk magunkat. Szinte látszott rajtuk a bizonyítási vágy, és már is elkezdték a munkát. Hol van a rálövés helye? Egy 8 méterre meg. Jó, akkor már meg is álltunk. Csináld Zoli a dolgodat, légy olyan szíves. Helyén találtam kevés vért, pár cseppet, hússzafatokat, meg vágott szőrt. A vad valószínű, hogy átment még ezen a kis vizen, és akkor tovább nem volt követhető nyom, úgyhogy akkor engedélyt kérek. Csinálja bőszülés. Mikor szabad elindulni a bíróknak ilyenkor? Mikor már jelzett, hogy hol jelez a kutya, ha jelzett, hogy tovább talált vért, akkor elindulunk, indulhatunk ebben a pillanatban, igen. Ha már ilyen tapasztalt bíróval és vérebb vezetővel hozott össze jó sorsunk, megkérdeztük, mennyit is fejlődött az utánkereső kutyák tudása az elmúlt 40 évben. Talán a több munka, a következetesebb tanítás, mert idomításnak sohasem mondanám, tanítás, együttélés, azért többet ad, természetes. Most már ahhoz is jobban hozzászoktak a gazdálkodók, akik végül is a vadhúst használják, felhasználják, értékesítik, hiszen abból él a vadásztársadalom, hogy jobban megbecsülik, hamarabb értesítik a vérebeseket. Az is igaz, hogy csak azt a vérebest értesítik, aki produkált. A zenészt is csak azt hívják zenélni, akitől jó zeneszámokat hallanak. Abszolút biztatóak a csapa jelek. Egyszer már egy sebágy már volt, úgyhogy várhatóan, mivel itt egy kicsit sűrűbb, lehet, hogy itt már meg is fekszik. Én is. Ott van a vad. Dermedten fekszik. Innét egy 100 méterre. Amíg a megtalált vad megkapta a végtisztességet, a bírók értékeltek. 406 méter. 406 méter. 406 méter. Ennek minden méterét el lehet fogadni, mert semmi kilengés nem volt. Tehát ez egy fix adat. A vadászat és a azt körülvevő millió az egy kicsit túl misztifikált. Nyilván azért, mert egy zárt közösség volt korábban, de ugyanúgy a vérebb fővizsgáknak, vagy akár legyen verseny, azoknak is feltétlenül feladata az, hogy megmutassa a nem vadászó emberek számára is, hogy miről szól ez igazából. Tehát ez egy óriási értékmentés, amit itt a vérebesek és kutyáik a vadgazdának tesznek. Sajnos a 27. kaszókupa olyan körülmények között zajlott, hogy némileg felemás eredmények születtek.
Az első helyezett ugyan Ozvári Zoltán lett, Zemplén erdei Léda Sophie nevű hannoveri vérebével 99 pontot szerezve, a második helyen Márton Attila végzett, Töröcske úti dalma nevű, ugyancsak hannoveri vérebével 93 pontot elérve, azonban a többi munka sajnos nem volt értékelhető, vagy versenyen kívül zajlott. Ezúttal szeretném megköszönni egyrészt a Kassó Zrt. Vezetésének, másrészt az itt dolgozó kollégáknak azt a fáradhatatlan segítséget, amit nekünk ők nyújtottak. Nem ő rajtuk múlott, hogy ezúttal nem voltunk igazán olyan eredményesek, mint szerettünk volna. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki elfogadta az invitálást, valamint szeretném megköszönni a kollégáimnak is azt a munkát, amit immár 27. alkalommal tettek meg a Kassó Kupa országos fővizsga alkalmából. Azzal búcsúznék tehát, hogy jövőre ugyanitt veletek. Köszönöm szépen, ezzel a 2016-os Kassó Kupa országos fővizsgát bezárom.